Kegyelemnéktek és békesség Istentől és a mi atyánktól. Nagyon örülök, hogy együtt lehetünk a családommal, a kibéli gyülekezet, sőt a gyülekezet határain túl élő adventista testvéreimmel és a kedves református vendégeinkkel is. Az este elkezdtük a úgynevezett előadás sorozatost, megtartottam a bevezető előadást, és pedig a következő főcím alatt elmélkedtem az estes elmélkedtük, most pedig folytatom a második részével, majd ezt követően délután 4 órától a záró előadásra kerül sor. A főcím az, hogy bibliai Isten tan. Bibliai Isten tan. Tudhatok-e azt, hogy a teológiában beszélhetünk filozófiai istentanról? A budapesti katolikus teológia egyik híres teológia tanára és filozófusa, Bolberic Pál írt egy könyvet azzal a címmel, hogy filozófiai istentan. De ennek az istentannak a megközelítése nem bibliai, őbe is látja ezt a könyve elején, hanem filozófiai istentan. Na most, tévedés ne essék. Én itt ebben a gyülekezetben nem filozófiai istentannal foglalkozom, hanem bibliai istentannal. A Biblia szemszögéből, az Istenről szóló isteni önkijelentést vesszük alapul. Ez pedig a 66 könyvből álló írási, szentírási kánon, ez az alap. Röviden bevezetném azt, vagy megismételném, amiről az este elmélkedtem. Ez, amit most előadok, és amit az este előadtam, nem prédikáció feltétlenül, ez egy szeminárium. Az az olyan alkalom, amikor a magvakat a zöldséges kertbe ültetjük, az az elménk, ez a zöldséges kert, ahol az ige magvát behelyezi Isten szent lelke által. Ettől szeminárium a szeminárium. Igaz? És most pedig következzen az, hogy arról beszélek, mi volt az esti szeminárium lényege, inkább arról beszélek, hogy miért kell egy ilyen előadást tartanom az adventista gyülekezetben, hogy bibliai istentan. Azért kell bibliai istentanról beszélnünk az adventistáknál, mert a Bibliát nagyon alaposan és jól kell ismerni ahhoz, hogy akkor, amikor szembe találjuk magunkat könyvek alapján, vagy valaki élőszóval szól hozzánk, és szembe találjuk magunkat nem bibliai tanításokkal, tanokkal. Nekünk tudnunk kell, hogy az illetőtannal kapcsolatosan a Biblia mit mond és hogyan fogalmaz. Miért kell tudnunk? Pár szavai szerint azért, hogy valaki félre vezessen minket, ezért kell a Bibliát alaposan ismerni. A gond a következő. 1993-ban indult az úgymond szellemi irányzat és mozgalom az adventistáknál, az Egyesült Államokban született meg ez a mozgalom, amelynek a lényege az volt, hogy könyveket írtak, 4 ilyen személy indította el, most pedig rengetegen vannak, nagyon sokan. Ez a 4 személy, Ellen Stump, a másik pedig Stringfellow, aztán egy Kortskül Rákel nevű hölgy, adventista egyháznak tagja, könyveket írtak, és a könyvekben felszólítják az adventista egyház tagjait, hogy nekünk vissza kell térnünk a régi, a pionírok által megalapított adventista hithez, a 19. század adventista egyház alapító atyáknak az Isten hitéhez. Igen, ám, de ez az adventista Isten hit, amitől a pionírjaink, az egyházat alapító pionírjaink beszéltek és hallottak, ez az Isten hit sajnos, el kell mondanunk és meg kell vallanunk őszintén, nem kérünk az őszinteségtől, nem bibliai volt. Mert ezek az alapító tagjai az egyházunknak, beleértve James White atyám fiát, meg Uriah Smith, meg Wagoner, meg Jones, meg a többi amerikai adventista pionír. Ezek az emberek azt hallották, hogy csak egy személy alkotja az istenséget, az Atya Isten.
Csupán ő teljes Isten. Jézus Krisztusról azt állították, hogy van kezdete, valamikor a mínusz végtelenben, valamikor, nem tudjuk mikor, nagyon-nagyon régen a világegyetem születése és megteremtése előtt, valamikor az Atya Isten életre hívta, egyesek szerint teremtés által a fiát, mások szerint csak egyszerűen születés vagy szülés által megosztik a véleményt. És ezek szerint a 19. századi úgymond pionírok hite Szent Háromság tagadó hit volt. Adventista unitárius hitről beszélünk. A Szent Életről azt valósítják még a század végekor is, a 19. század végén, maga Jurász, atyám fia, hogy a Szent Élet egy, nem személy, tehát személytelen, kettő, erő, befolyás. Ez volt a legtöbb adventista egyházalapítónak a hozzáállása az Isten tanhoz. Na most meg. Ezekben a könyvekben ezekről olvasunk, és ezek az írók azóta elterjesztették az adventisták között 1993 óta, a mai napig, a majd 20 éve terjed ez a tan, úgyhogy bekerült ez a tan Németország, Ausztria, Révén, Romániába is. Előbb délen, Montenyában, az adventista román gyülekezetekben tette fel a fejét, a Szent Háromság tagadás, az adventista unitáriusi állásfoglalás, és ugyan az én az, ma is, most is itt, hogy vissza kell térni az igazi adventista hithez, ami unitárius. Mi pedig ezt a Biblia alapján meglátjuk, másképp fogjuk föl, és másképp tanítjuk. Maga az egyház. Nem olyan régen, ezelőtt 2-3 évvel a magyar gyülekezetekben is megjelentek azok, akik vallják az adventista úgymond unitárius hitet, hogy csupán az Atya Isten teljes Isten, birtokolja magában az Istenség teljességét. A fiú Isten, az Úr Jézus Krisztus csupán olyan köztes lény, angyalok és Isten, az Atya Isten közötti lény, ami a létét illeti, nem birtokolja önmagában teljesen az Istenséget. És a Szentlélek pedig nem személy, nem isteni személy, hanem Isten ereje, személytelen ereje. Ez az új adventista unitáriusi irányzat. Fölkarolták ezt. Én azért érkeztem ide hozzátok, hogy ezt a három szemináriumi előadást azok számára tartsam meg, akik nyitottak a bibliai igazsággal kapcsolatosan, arra nézve. És hogy elősödjön így a hitünk abban, amit a Bibliában Isten önmagáról van. Mert a Biblia Isten önkinyilatkoztatása. Tehát ha önmagát nyilatkoztatja ki a Bibliában, azt jelenti, hogy Isten önmagáról beszél. Hadd lássuk, hogy beszél önmagáról. Ennyit, mint bevezetőt, erről szólt az esti előadás. Megindokoltam, hogy miért kell ilyen így hirdetni pont most itt az adventisták között. A második része az előadásnak, a második szeminárium, a főcím ugyanaz, bibliai istentan, az alcím pedig az, hogy Jézus Krisztus. Tehát a Szent Háromság második személyéről fogunk egy egész órán át beszélni. Na most, én így jelentettem ki, és szó szerint értem, amit mondtam, hogy egy órán át. Kedveseim, nekem legkevesebb 3 órára lenne szükségem, hogy ezt az előadást nyugodtan megtartsam. Mert nagyon sok az igei utalás. De le kell szűkíteni csupán egy órára. Lesz-e türelmetek kihallgatni a végén? Semmi gond. Ha valaki úgy érzi, mennie kell, mert jön az autóbusz, álljon föl, mert a teremből senki nem utálkozik meg. Aki végig akarja hallgatni, annak kell legyen. És kérném, hogy a szentírást tartsátok a kezetekbe, figyeljétek az igét, és a rövid magyarázatokat, és sokat nem magyarázunk, mert az igen nagyon nyilvánvaló, amikor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus teremtő-e vagy teremtmény? Ez a címe, alcíme az előadásnak, különben a fő címe a második részére, a második résznek. Jézus Krisztus, akit az egész világ ünnepel különös módon most a keresztény világ, főleg úgymond a nyugati kereszténység.
teremtő lény készült, vagy teremtmény? Ez a kérdés. Az ariusi, tehát a szerzőségtársaság tagadó vallás szerint Jézus Krisztus nem teremtmény, mert Isten nem teremtett, a nikeai hitvallás arról beszél, hogy nem használja, sőt, tagadja Isten az Atya, Isten nem teremtette a fiát, de mégis az Atyából származik ki valamilyen módon. Itt nagyon különös az a megfogalmazás, amit Mikaia használ, és a Szentlélek pedig ugyanígy az Atyától származik ki, az egész fogalmazás nem egyértelmű. Ezért én a Szentírás lenném alapul, és hadd lássuk, mit vall a Szentírás van Isten önmagáról. Az előadásom során három dologgal foglalkozom ma délelőtt. Az első pontja az előadásnak, melyek a különbségek egy teremtett lény és a teremtő között. Alapvető különbségek, teremtmény és teremtő között. Ez az első pontja az előadásnak. Második pontja, Krisztus istenségének bibliai bizonyítékai. Krisztus istenségének bibliai bizonyítékai. Akinek van türelme és kedve, bátorítanám, hogy jegyezze az ige előadást és az igei helyeket. Megkértem Bénesi Béla testvéremet, hogy segítsen, amikor meg kell a bibliai szövegeket felolvasni, mert nem tudok eleget tenni, nagyon-nagyon hosszú el az előadás, a minden szöveget én lesnék meg és adnék elő. És nem tudok minden szöveget elolvasni Bélával, ezért jegyezzétek le a bibliai bizonyítékokat. Harmadik pontja az előadásnak, mi a jelentése az egyszülött monogenész görögül, hát az elsőszülött prototokos görögül prototokos kifejezéseknek, amikor ezeket a Biblia Jézus Krisztusra alkalmazza. Tehát mit értünk az alatt, amit Pál így fordít, hogy egyszülött, Jézus az Atyaisten egyszülöttje. Vagy ő az elsőszülött. Két olyan szó, amit állandóan és nagyon, nagyon érdekes, nagyon logikusan használnak föl az adventista szentháromság tagadók, hogy bizonyítsák azt, hogy Jézus az Istentől, az Istenből van, az Atyaistenből valamilyen módon, valamikor született, és emiatt kezdete van. Nem egyértelmű azt, amit vallanak, született vagy, de a szöveg azt mondja, hogy született. És utalnak erre a két szóra. Jézus egyszülött, Jézus elsőszülött. Azt is állítják, hogy látjátok, a Biblia azért használja a fiú szót, mert következetes fogalmazásában, tehát ha a fiú egyszülött, ha Jézus egyszülött, akkor ő az Atyaisten fia. És az a szó, hogy fiú ismét azt fejezi ki, hogy Jézus nem teljes Isten. Hadd lássuk, így van ez a Biblia szerint. Ez a harmadik pontja az előadásnak. Első pont. A teremtő és a teremtett lény közötti alapvető különbség. Vagy vannak különbségek? Hadd lássuk, melyek az. Kezdjük a teremtménnyel. Mi ez a magyar szó, hogy teremtmény? Tudjuk azt, a Szentírás szerint, hogy három élőlényi létforma létezik az univerzumban, az világegyetemben. Három élőlényi létforma. És mind a három teremtmény ismeri. Vannak angyalok, ez egy élőlényi létforma. Vannak emberek, vagy az angyal, második ember, ez egy második élőlényi létforma. És a harmadik az állatok. Olvassuk a Bibliában azt, hogy az angyalok Ezékiel 28:14 és 15-ben az angyalok teremtett lények. Valád felkent oltalmazó kérünk, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Fedhetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találkozik benned. Tudjuk, kiről van szó, ugye? Kérünk, angyal, Luciferről, aki végül sátán lett. És az ige megjegyzi, hogy teremtett lény. Ez a kérünk.
Isten teremtette, stb. Angyal is. Az ige állítja, hogy az ember is mint teremtményi létforma és létező Isten teremtésének a műve. Kérlek, olvasd fel Mózes első könyve, első fejezetének a 26-27. verseit. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őket. Maradj csak, és majd az állatokról is ugyanezt vallja a Biblia, hogy teremtett létformák és létezők. Az első könyv, tehát mondom, az első könyve, első fejezetek 21. versét olvassuk. És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek mizsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas lefdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó. Köszönöm szépen. Megfigyeltük, a Biblia használja ugyanazt a szót, a híver szövegben, hogy Isten teremtette. Ezek szerint a világ mindenségben léteznek angyalok, teremtett lények, emberek, teremtett lények, állatok, teremtett lények. Alapvető jellegzetességük. Első. A teremtett lények egyik alapvető jellegzetessége az, hogy kezdettel rendelkeznek. Kezdet. Van életüknek van kezdete. Két módon. Teremtés által van kezdetük, vagy biológiai születés által. Mind a kettő teremtés általi kezdet, biológiai születés általi kezdet a teremtményekre utaló. Az angyalok nem biológiailag születnek, de Isten teremtményeinek, a teremtői aktusának a kiváló eredménye. Tehát az első alapjellegzetessége mindenfajta létformának, amelyről azt mondjuk teremtett. Van kezdete. Második. Lehet végül is. Halál által. És a harmadik, a másodikból adódó, elpusztíthatók. A teremtett lényeket el lehet pusztítani. Kérlek, olvasd fel nekünk a Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. versét. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát margosod. Ez az kígyónak, sátánynak a fejre tapos, az asszony magva, Jézus Krisztus, köszönöm szépen. Ez jelenti azt, hogy itt ebben a protoevangéliumban Jézus Isten előrejelzi azt, hogy sátán, sátán, meg a kígyó jelképezi sátán, vége lesz. És természetesen, hogy de annyi ígét találtok, hogy maga az ember is elpusztul. Mert azt mondja, amely percben eszel, bizony meghalsz, mondja Ádámnak és Évának. Tehát az, a teremtmény elpusztítható. Ezek az alap jellegzetességei azoknak a lényeknek, amelyek létformájukban teremtett lények. De van még más jellegzetességük is. Minden teremtett lény függő viszonyban él, függ valakitől. Csak a teremtett lények függnek időben, függnek időtől, élelemtől, tértől, és más személyektől, főleg a teremtőtől, Istentől. Tehát a függőség, ez a negyedik alaptulajdonsága minden teremtett lénynek. Na most, beszéljünk a teremtőről. A teremtői létforma a Szentírásban vallott és tanított létforma, és a teremtő létformában létező személy, az Atya Isten mint személy, a Fiú Isten mint személy, és a Szentlélek Isten mint személy. A három személyből álló egy teljes igaz Isten. Mind a három teremtő? Igen. Mind a három személy teremtő. De hatások mi a teremtő alap jellegzetessége? Teremtő eleve adottan nem lehet, vagy a teremtőnek eleve adottan nem lehet kezdete.
Ha teremtő vagy, nincs kezdete. Itt alapvetően különbözik az ember, az állat, az angyal Istentől. Zsoltár 90. fejezet, vagy 90. Zsoltár második verse. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva, mindörökké te vagy Isten. Öröktől fogva, és a 93. második verse. Mindörökké, nincs kezde. Állandó a te királyi széked elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. Köszönöm szépen. Leegyeztétek Zsoltár 90. fejezete, második verse 93.2. Jelen és első fejezete, 4. verse és 8. verse, ezt nem fogjuk felolvasni, mert nincs hozzá idő. Tehát teremtő az a személy, az a lény, akinek nincs kezdete. Valamikor a mínusz végtelenben. Nincs semmilyen kezdete. Abszolút mindig létezik. Ezt mondja a Biblia. Második alaptulajdonság. A teremtői minőséggel rendelkező lényeknek, személyeknek nem lehet, nincs végük. Ugyan a 90. Zsoltár második versétől arra fel a 93. Zsoltár is második verse. És a jelenések első fejezete 4. és 8. versei. Nincs végük. Harmadik alaptulajdonság. A teremtői státussal rendelkező lény, személyi lény, olyan, hogy nem lehet elpusztítani. Nem lehet elpusztítani. Egyáltalán. Mert birtokolja önmagában az életet. Az élet, mint forrás, mint valóság, nem a személyén kívül álló dolog. Mert akkor el lehetne pusztítani, hanem az életet birtokolja önmagában. Hadd olvassuk és néhány bibliai bizonyíték erre. János Evangélium, a 10. fejezet, a 17. és 18. vers. Timóteushoz írt első levél, 6. fejezetének a 15. és 16. versei. De mi csak a János 10. fejezetének a 17. és 18. verseit olvassuk. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. Milyen érdekesen, itt Jézus önmagáról beszél. Azt mondja, emberi mi voltában is, testet öltött mi voltában, Jézus birtokolta önmagában az életet. És azt mondja, jogom van és hatalmam van letenni a saját életemet, és fel is tudom menni. Csak hogy én az Atya Istenben bíztam maga, hogy ő hívjon engem életre, támasszon föl. Ez volt a megegyezésem az Atyával, mert erről többet fogunk beszélni később. Jézus, az Istenség, birtokolja önmagában az életet, ezért nem lehet elpusztítani. Ő egyedül birtokolja az örök kivalóságot, az örök életet, a halhatatlanságot, mondja Pál apostol a Timóteushoz. Így levelé 6. fejezete 15. és 16. verseivel. A halhatatlanságot csak egyedül Isten birtokolja, ő halhatatlan, nem lehet tud elpusztítani. A teremtő olyan lény, aki független, abszolút módon független, abszolút mindentől. Független, ő nem függ időtől, tértől, információtól, másoknak igaz, a tanácsától, független más lényektől, tártáléktól, független a teremtményeitől, sőt, Isten, az Atya, mint olyan, független. Azaz, Jézus elmondja magáról, ő vállalta ezt a függőséget és egységet a Szent Háromság keretében. De az ő élete nem attól függ, hogy az Atya Isten adja neki az életet. Mert ő birtokolja önmagában az életet teljes mértékben, amiképpen az Atya is, és a Szentlélek is. Ezt mondta János 10, 17 és 18. Független időtől. Zsoltár 90. fejezete 4. verse. Ezt kérdezik olvastól. 90. Zsoltár 4. verse. Független tértől. 2. Krónikák könyve 6. fejezete 18. verse. Mi csak jegyezzétek fel a szövegeket. Most olvasunk. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt,
és mint egy őrjárási idő éjjel. Isten nem függ az időtől. Ezt fejezik ki ez a Zsoltár. Nála nincs idő múlás. Ő benne az idő múlása semmilyen módon, semmilyen hatást nem vált ki. Azaz nem öregszik, nem fiatalodik, mert Isten időtől független. Ő birtokolja az időt önmagával. Tértől független ez a Krónikák könyvében van, a 6. fejezet 18. versében. Nem függ információtól, nem kell valaki oktassa Isten, informálja, tanácsolja, nem kell valaki Isten felvilágosítsa valamilyen dologról, mert Isten abszolút módon mindent tud. Birtokolja önmagában ezt a tudást. Ézsaiás próféta könyve 46. fejezetének a 9. és 10. versei bizonyítják azt, hogy Istennek nincs szüksége információra. Ezeket nézzétek, nem olvasunk mindent föl, oda-haza kell, majd ez lesz a házi feladat, ezeket átkutatunk. Nem függ más lényektől, teremtett lényektől. Jó, 41. fejezete, 11. verse. És a Cselekedetek könyve 17. fejezetének a 24. és 25. versei beszélnek erről. És tényleg a teremtő Isten nem függ egy más teremtőtől. És ezt Jézus mondja el a Béla által felolvasott János 10. fejezetében, a 18. versben. Én birtokom magamban abszolút módon azt, hogy le tudom tenni az életemet és fel tudom venni. Csak hogy én úgy döntöttem, hogy az Atyára bízom ezt. Mivel én Istent döntöttem és eljöttem ide, a Földre. De Jézus tehette volna. Ezzel azt fejezi ki János az evangéliumban, igazi krisztológiáról beszélünk, krisztustanról, bibliai krisztustanról, hogy Jézus, amíg a Földön járt, emberi formában is teljes Isten volt, és birtokolta magában az Istenség összes alap tulajdonságát. Csak úgy döntött, hogy ne használja őket némelyikból. Ez a kenózis. Filippi második fejezete, 7. verse. Azaz ő megüresíti magáról, lemondott némely magáról. Ott volt a jobb, csak lemondott szabad akarat. Döntés alapján, hogy ne használja az isteni adottságait és képességeit, minden alap, főleg ne használja saját javára. Következésképpen teremtmény és teremtő között alapvető, abszolút módon alapvető különbségek vannak. És tudjátok most melyek a különbségek? Felsorakoztatta és bibliailag alá támasztott. Az előadás második pontja. A második pont. Krisztus istenségének szentírási bizonyítékai. Hadd lássuk, mit mond a szentírás Jézusról. Jézusról az eleve létező Istenről, aki Betlehem előtt is létezett. Most erről az Istenről beszélünk. Erről a Jézus Krisztusról, aki az Old Testamentumban működik. Hadd lássuk, mit mond a szentírás. Pedig kezdjük a Mózes második könyvével. A Mózes első könyvében is rengeteg bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy az Ótestamentumi Isten kicsoda, a Szent Háromság melyik személye van jelen Izrael életében, és hogy milyen a státusa, Istene vagy sem. Kezdjük a Mózes második könyvével, mert az első könyvet látok bízom, hogy keresítek meg a bibliai bizonyítékokat. Keressük meg a Mózes második könyve 3. fejezetének a 2., 3., 4., 5. és 6. versét. Mózes második könyve 3:2-6. És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lámjában egy csipkebokor közepéből, és láttál, hogy íme a csipkebokor ég vala, de a csipkebokor meg nem emésztetik valamit. Kicsoda jelent meg a csipkebokorban Mózesnek? Úr angyala. Az Úr angyala furcsa kifejezés. A Septuaginta azt mondja, hogy o angelus teu, azaz Istennek, az angelus az a hírnöke, a küldötte. És két személy van implikálva itt. Az Isten és az angyala. Eleve ez több versszámot jelent a Szent Háromságban. Az Atya Isten küldi az angelusszát, az angyalát. De hadd lássuk, hogy angyal egy teremtett lényről van szó, vagy a szó mögött a magyar fordítás, hogy hírnök áll, akit az Atya Isten küld. Tényleg, hadd lássuk, ki ez az angyal. Mondom, Mózes, oda megyek, hogy lássam-e nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor?
És látta az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból mondván: Mózes, Mózes! És pedig mondta: Imhol vagyok. És mondta: Ne jöjj ide közel, oldd le a te sarúidat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld. És mondta: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Álljon meg! Kicsoda az angyal? Isten! Az zsidók életében megjelent teljes Isten! Mózes pedig elrejti az ő orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni. Köszönöm szépen! Kivel találkozik Mózes? Ebben a teofániában? Istennek, az atyának, az angelusszával, a küldöttél az anyja. Azt jelenti, hogy itt a Szent Háromság második személyéről van szó, Jézus Krisztusról. És olyan érdekes, hogy Whitehall következetesen minden könyvében azt állítja, hogy az Ótestamentum Jahvé a Szent Háromság második személye, Jézus Krisztus. És ez így igaz? Mert ezt mondja a Biblia. A többi szöveget csak jegyezzétek le a Mózes második könyvéből. Ugyanaz minden bibliai referenciánál az Isten angyalát fogjátok megtalálni, és a Biblia ki is fejezi, meg is magyarázza, hogy mit ért az alatt, hogy Isten angyala. Annyi, mint maga Isten, maga az Úr, maga Jahvé, vagy maga Adonai. És pedig a Mózes második könyvénél tartunk, a 14. fejezet, 19. verse. Majd a 23. fejezetben, ezt az este már tárgyaltuk, Mózes második könyve a 23. fejezetében, a 20. verstől a 23. versig. Ugyanaz volt a látni. De ezeket nem tudjuk most felolvasni, oda-haza majd megtaláljátok rá az alkalmat, és kérlek, mélyítsétek el, hogy amikor jönnek hozzátok, és próbálnak meggyőzni, attól, amit a Biblia mond, akkor legyen bibliai alapvető életek, hogy miért hiszük azt, hogy Jézus Krisztus nem teremtmény, hanem teremtő Isten, és az Ótestamentum teljes Istene, a Szent Háromság második személye. Tovább. Keressük meg a Mózes 4. könyvében található összes helyesbüket. Némely bizonyítékot, mert az összeset nem lehet felolvasni és megtalálni. Most itt, mert nincs rá idő megtalálás, az idő kell megkeresni. Mózes 4. könyve. Keressük meg a 22. könyvet. És ott egy hosszú perikút, vagy hosszú bibliai szakasz van. És még Isten angyaláról van szó. A 22. fejezet, 22. versétől a 38. versét. Kérlek, olvasd csupán a 35. verset és a 38. Az Úrnak angyala pedig mond a Bálámnak: Menj el a férfiakkal, mindazáltal, amit én mondok majd néked, azt mondja. Ki mondta ezt Bálámnak? Bálámnak? Úrangyala. Mit mondott? Amit én mondok, azt mondja. Csak amit én mondok, és a szádba adok, mint proféta, csak annyit szólj Bálámra. 38. vers. Bálám pedig mond a Báláknak: Imé eljöttem hozzád, most pedig szólhatok-e magamtól valamit? Ami mondani valót Isten áld az én számba, azt mondom. Ki az Úr angyala, aki megjelent? Isten. Azaz teljes Isten. És tudjuk most már, hogy a második személy. Mert az Úr az, aki küldi az angyalát. Az Atya Isten a fiát, delegálja, akarja. Ő legyen az, aki Izrael kivezeti Egyiptomból. Mózes 4. könyve volt. Na most keresed meg a Bírák könyvében található némely bizonyítékot, a Bírák könyve. Kérlek, olvasd föl nekünk a Bírák könyve 13. fejezetének a 18., 19., 20., 21. Tehát a világkönyve 13. fejezetében a 3. verstől már a 23. versig, egy hosszú bibliai szakasz, ismét Isten angyaláról van szó. Nekünk nincs időnk felolvasni a teljes bibliai részt, ezért mindenki volt a 18. verstől, előesnek gondolom, hogy igen. És mondta neki az Úrnak angyala: Miért kérdezősködöl nevem után, amely olyan csodálatos? Mikor aztán Manoa a kecskegödőjét és ételáldozatot vette, és megáldozá azt egy sziklán az Úrnak, csoda dolgot cselekedik Manoának és feleségének szeme láttára. Kinek áldozott Manoa? Az Úrnak. Nem az Úr angyalának? Ezek szerint az Úr angyala az Úr? Tovább. Tudni illik, mikor a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az oltár lángjában felszállott az Úrnak angyala. Még valahol megjelent a tűzben ugyanaz angyal? Csipkebokor, ugyanaz a személy? Érdekes, hogy a világírója, a földi író
intertextualitással kiragad egy kifejezést a Mózes második könyvéből, beleegy a saját szövegébe, hogy az olvasó azt mondta a fedezetről, hogy a két perikopa között, a két szakasz között hasonlóság van. Azaz ott is Isten jelent meg, itt is Isten jelent meg. És többé nem jelent meg az Úrnak angyala Manoának és feleségének. Ekkor tudta meg Manoa, hogy az Úrnak angyala volt az. És mondta Manoa az ő feleségének, meghalván meghalunk, mert az Istent láttuk. Az Úr angyala az Isten, és mégsem haltak meg, mert azaz vigyázol, azért csak teotália volt, és emiatt nem haltak meg. Köszönöm szépen. Ez a Tamás könyvét fogod megkeresni a harmadik fejezetet. A világkönyvében található a következő is, a hatodik fejezet, jegyezzétek el, a 11. verstől a 23. versig, de itt ezzel kapcsolatosan már nincs időm pontosan felolvasni ezt a részt. A hatodik fejezet a világkönyvében, a 11. versig, a 23. versig. Szakarásnál! Ismét Isten angyala szerepe! És a Józsua a főpap szerepe, emberi lény, és meglátjuk, hogy ezt a szintén kijelenít meg. Olvasd az első verstől előre a hetedik verset. Tehát Zakariás 3:1-7. Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt áll, és a sátánt, aki jobb keze felől áll, hogy megfogja őt. És mondá az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Ki az Úr angyala? Második versben az Úr? Maga az Úr. Avagy nem tűzből kikapott üszögé ez? Jósua pedig szennyes ruhára vala öltöztetne, és áll vala az angyal előtt. És szóla és mondta az előtte állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondané ki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákkal öltöztetlek téged. Ki mondta ezt? Angyal. Aki az, kinek van joga levenni a tűzöket és eltávolítani? Csak Istennek. Teljes Istennek. Tehát ez az Isten angyala, az Úr, olvassuk el. Azután mondám, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt, az Úrnak angyala pedig ott áll vala. És bizonyságot tőn az Úrnak angyala Jósuának mondván, ezt mondja a seregeknek, Ura. Kicsoda ő? Ha az én utaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak. Sőt, őrizni fogod az én pitvaraimat, és kis bejárást engedek néked ez itt állók között. Az Úr angyalának van szent sátor, a pitvara sem tudjék is. Köszönöm szépen. Ennyi a röviden az ótestamentumi bizonyíték arra vartozóan, hogy az ótestamentumi Jahvé Isten nem más, mint a Szent Háromság második személye. Az Atya Istennek a küldötte az angyala, ezt jelenti az angelos szó. Az új testamentumi bizonyítékot. Keresünk már Márk evangéliumát, a második fejezet 5., 6. és 7. versei. Hadd lássuk, mik van most a Biblia a testet öltött Jézusról. Márk 2:5-6. Jézus pedig azoknak hitét látván mondalmúta ütött meg. Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valának pedig ott néme írástudók, akik ott ülnek vala szívükben így okoskodván. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? Nagyon jól fogták fel a hallgatók, hogy Jézus mit vállalt magára. Mit vallott azzal, hogy a bűneid a betegnek? Azt, hogy ő teljes Isten. Földi létében is. És a rabik, meg az írástudók, meg a sabdóceusok, akik ott voltak a környezetében, jól értelmezték, hogy Jézus mit vall önmagáról. Hogy ő ember végére Isten, teljes Isten. Mert csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Embereknek ilyen szeret és ilyen jog nem adatott soha. János evangélium a következő. Olvassuk el a 8. fejezet 58. versét. Majd jegyezzük le a 20. fejezet 28. versét is a János evangélium alapján. De a 10. fejezet 30-33. szakaszt is. Olvassuk csak a János 8. fejezet 58. versét. Mondanék ki Jézus, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. És ha a következő szöveget is olvasod, akkor rádöbbenünk arra, hogy
Ez nem tetszett. Köveket ragadálnak azért, hogy reálhaigálják, Jézus pedig elrejtőzködik, és kiméne a templomból, átmenvén között. Miért akarták megölni Jézust? Mit vallott Jézus magáról, amikor azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám? És ott egy nagyon érdekes szót használ a görög szövegben. Azt mondja, hogy gilomár. Lett. Én vagyok. És az egy másik görög szó. Én mi? Ezzel a két szóval nagyon érdekesen játszik János. Olyan értelemben mondom, hogy játszik, azaz, hogy beleszövi az evangéliumában, mert János nagyon hatásos, könnyen érthető krisztológiát, Krisztus tant hirdet meg számukra. És miért használja a két szót? Amikor Jézusról beszél, és Jézus istenségét akarja bizonyítani, akkor mindig az egy én vagyok, én vagyok, én vagyok, én vagyok, én vagyok, kifejezést. Amikor teremtett lényekről beszél, a gilomáját használja. És pedig válni, mert ez az alapértelmezés a görög szónak. Valamivé lenni, válni, fejlődés által. A teremtmények fejlődnek, anyavének, 9 hónapon áll. Ezért gilomáj. De Isten nem született olyan értelemben a Betlehem előtti eleve létező Isten, Jézus Krisztus, nem volt soha senkinek a méhében, és nem kellett kijönnie onnan. És ezért használja Jézus magára vonatkozóan az évi én vagyok. És mondjátok, milyen szöveget idéz magáról itt? És a János 8. fejezetben, 58. versében, maga Jézus Krisztus. Mózes második könyve, 3. fejezetének a 14. versé. Mózes kérdezi, na de én, ha elmegyek vissza az én népemhez Egyiptomba, hogy mutassam ebben, ki vagy? Vagyok, aki vagyok? Vagyok, aki vagyok? Azaz a lennége. De a lennége azt jelenti, hogy nincs kezdete, nincs vége. Mindig van, mindig létezett. Ezért használja a gyilomája a szemben. János, aki kívül, hogy bizonyítsa Isten által, a János által, hogy a Földön testet öltött Jézus Krisztus, aki járja Názáret és Galilea poros utait, az a személy, az egyszerű zsidó magában birtokolja az Istenség teljességét. Tovább. János evangélium a 20. fejezetének a 28. verset olvasok, a többit majd oda haza. 28. És felelet Tamás és mondanéki, én Uram és én Istenem. Kinek mondta itt Tamás ezt a mondatot? Én Uram, én Istenem. Jézusnak. Na, hogyha Jézus tudta volna magáról, hogy ő csupán ember és nem teljes Isten, logikusan észrevően mi kellett volna, hogy legyen Jézusnak a reakciója? És szabdasítsa, kérlek, valami miért olyan eset, amikor egy teremtény lény megtagadta a másik teremtény lénynek az imádatát? János. A János esetében 19. fejezet, a 10. verse. Az angyal azt mondja Jánosnak, János legbordult, imádni akart az angyal. És azt mondja, hogy kérlek, Isten imádjuk, én Isten lény vagyok, mint te? Nekem nem jár ki ez? De Jézus nem mond egy ilyen szöveget, nem javítja ki Tamást, hanem elfogadja az imádatát. Mert hitta magában, hogy teljes Isten, hogy bírtok olyan magában, teljes Istenség minden, abszolút minden alap tulajdonságára. Nagyon-nagyon erős és hatékony ez a jánosi krisztológia Krisztusra. Pál leveleiből keressük meg Kolossi első fejezetének a 19. versét, majd hasonlítsuk össze a második fejezet 9. versével. Kolossi 1.19, Kolossi 2.9, és majd Zsidó első fejezete 3-9-ig. Páli teológiának. Kolossi 1.19, mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség. Kibe vagy? A második fejezet, 9. fejezet kifejezi ezt. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Testileg, itt ez a szó. Azaz Jézus, amikor testet öltözött, is birtokolta az Istenség teljességét magában. Ezt mondja Pál apostol. A zsidókhoz levelet már nem olvassuk el, hosszú a Felipóba, és majd oda-haza. Ez volt röviden az előadásom második része. Legkevesebb 50 különböző bibliai helyet tudnék azonnal felsorolni.
előttetek, hogy lássák az Új Testamentumból, az Új Testamentumból, hogy a Szentírásban önmagában valló és önmagát nekünk kijelentő Isten mindig azt mondja az olvasónak, hogy ő teljes Isten, ő nem teremtné, ő a teremtő Isten. Akár az első személy, akár a második személyről Jézusról van szó, de így jól Jézusról beszélünk. Harmadik pontja az előadásoknak arról fog szólni, hogy hogy kell értelmezni azt a két érdekes kifejezést, hogy elsőszülött és egyszülött. És természetesen, hogy azok, akik adventista origáliusok azt állítják, hogy látjátok, azért használja a Biblia a fiú szót. Az a fiú szó azt jelenti, hogy valamilyen módon Jézus született az atyából, az atyától, tehát ő nem teljes Isten, amolyan köztes teremtés. Köztes lény, azaz Isten, az Atya, és az angyalok között áll, több mint egy angyal, de kevesebb, mint az Atya Isten, az ő létében és létformájában. Mit jelent az a szó, hogy egyszülött? Görögül így hangzik, hogy monogenes, monogenes, monos, monológiai, azt mondja, egy, és genao, azt jelenti, hogy szülni, születni. Egyszülött. Igen, a Biblia értelmezés, a Biblia szavaknak szöveg ágyban, kontextusban, szöveg összefüggésben van. Csupán értelme, csak úgy lehet teljesen értelmezni a Szentírás. Ez az exegetikának az első alapvető, vagy egyik alapvető törvénye, hogy nem lehet textus, kontextus nélkül megérteni, mert tudni kell a szöveg ágyat, hogy miről van ott szó, hogy megértsük ezt a szót, hogy egyszülött, amikor a Biblia Jézusra, a testet öltött Jézusra alkalmazza. Ennek a szónak, hogy egyszülött, monogenesz, a Bibliában alapértelmezés szerint két értelmezési lehetősége van. Egy, lehet szó szerint értelmezni, és lehet jelképesen értelmezni. Na bizonyítsam ezt a Bibliából, hogy ennek a szónak, hogy egyszülött, a Szentírásban van szó szerinti értelme is, és mit jelent, ha szó szerinti, de van jelképes átvitt értelme is. Kezdjük a szó szerintivel. Te olvastál nekünk a Lukács evangélium a 7. fejezetének a 12. versét, és ugyanott Lukács, ha a 9. fejezetben majd, megkérlek, hogy másik szöveget is olvasd el. Lukács 7.12. Miről olvasunk itt? Itt használja a Biblia, Károly egy kicsit másképp fordítja, de a görög szöveg használja a monogenes, egyszülött szót. Hatásuk, hogy hogy értelmezi szó szerint a Bibliát. Lukács 7.12. Mikor pedig a város kapujához közelített, ímé egy halottat hoznak valaki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegy asszony vala, és a városból nagy sokaság volt ő vele. És látván őt az Úr, megkönyörülne rajta, és mondané ki, ne sírj! És oda menvén illeti a koporsót, a vívők pedig megállának. És mondta, ifjú, néked mondom, kelj föl! Igaz, a szöveg első rész érdekel. Abban a szövegben Károly úgy mondja, hogy egyetlen egy fia. Szó szerint érdelmez az egyszülöttet, egyetlen egy fia, igaz? Szó szerint, hogy lehet értelme, hogy értjük azt, hogy amikor valakinek, egy anyának, apának egyetlen egy fia van, azaz egy bologerec, egyszülött. Más szóval. Szó szerint, hogy kell értelmezni? Nincs több gyerek. Egy gyerek. Mert egy született. Több nem született. Így kell értelmezni szó szerint. Ezt helyezik. 9. fejezet 38. vers. Lukács 9.38. Érzétek, hogy a második idei hely, ahol a monogenes szó szerint értelmezi Lukács. És íme egy a sokaság közül felkiálta mondván, Mester, kérlek téged, tekints az én fiamra, mert nékem egyetlen egyen. Nincs több gyereke. Ezért kérlek, segíts rajtunk, támaszt, gyógyíts meg, ördögös mondani. Hát belepusztul, és nekem nincs több gyerekem. Hát tudod, a Bibliában a szövegkörnyezet azonnal megmagyarázza, hogy egy szót most kell értelmezni. Lehet szó szerint, Bibi, nincs több gyerekem. Igen, hát a Bibliában ugyanaz a szó szerepel átvitt, azaz jelképesen is. Mert a héber gondolkodásban, a zsidó gondolkodásban, egy gyerek lehetett monogenesz, egy gyereked lehetett egyszülött, és mégsem volt egyszülött.
adásra. Keresek a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét. Ott szerepel a Páli levélben, a zsidókhoz írt levélben. Én azt hallom, hogy Páli írt a zsidókhoz írt levelet. Ez egy nagyon-nagyon kontestált dolog a teológiában. A 11. fejezet 17. versét. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul. Ő, aki az ígéreteket nyerte. Legyünk őszintén. Ábrahám meg egy gyereke volt? Nem. Nem, rengeteg volt, nem is volt az első szület. Sok gyereke volt, Keturától. Akkor miért használja így Ábrahám? Ez már átvitt értelem. Ez már jelkép. Sőt, több mint jelkép. Írjátok, ez tipológia, vagy tipológia. Hát egy típusról van, egy típusról van, egy típus teremtés, egy személyről. Kinek a típusa? Jézus Krisztusnak. És azt, hogy Izsáknak van egy szerepe, egy funkciója a megváltási tervben, egy jelképes funkciója. Izsák, mint monogenes utal az eljövendő messiásra, Jézus Krisztusra. Ezt a szerepet adta neki Izsáknak az Atyaisten, a Fiúisten annak idején, hogy te vagy az én jelképem, és azt a tény, ezt a szerepet, ezt a funkciót, ezt a hivatást, ezt a tisztséget Izsák életében a monogenes szó fejezi ki, az egyszülött. Mit fejez ki az egyszülött szó? Szó szerint azt fejezni ki, hogy Ábrahámnak egy szál gyereke van, de ez nem az igazság. Tehát akkor azt jelenti, hogy itt átvitt értelemben használja Pál a monogenes egyszülöttet. De mit jelent a monogenes egyszülött? Mondjátok ki hatása megértelmében. Jelent? Tessék, mit jelent? Nem tudjuk elsőre. Jelenti azt, hogy Isten egy ember személynek adott egy különös szerepet a megváltási teremben, és pedig a típus szerepét, egy tisztséget. Hogy az illető legyen előrejelzése a Mesiásnak. Vagy a jelképbe akarjátok, vagy a jelkép a típus több legyen. Ez a szerepe. Hol kell betöltse ezt a szerepét? A megváltási terve. Izsáknak van szerepe a megváltási terve. Milyen szerepe van? Még betöltse elő az Úr Jézust. Ez a szerepe. Azért kell fölvinni az oltára. Azért kérte Ábrahámot, hogy kérlek, áldozd föl. Ábrahám ott az Atya Istent jelenti. Izsák a Fiú Isten. És előbb egy kicsiben megjátsza a történelemben Isten azt, hogy mit tudod áll meg, majd, és mit történik a Golgotán, ahol az Atya Isten szó szerint feláldozta a fiát. Ábrahámnak nem kellett véghez vinnie a cselekvését, mert az egész csak típus volt, typosz, és van antitypusz, azaz Jézusban teljesen a típusnak az üzenete. Értjük ezt? Tehát mit jelent az, hogy monogenes, hogy jobban valaki csak meg akar győzni, arról, hogy a Bibliában nem létezik Szent Háromság. És felolvasom nektek azt a szöveget, hogy a például János 3.16. Mit mond János 3.16? Úgy szeretné Isten. Tovább. A monogenes adta, az egyszülött fiát adta. Látod? Jézus született személy. Akkor neked el kell mondanod ezeket a szöveget, hogy én elmondtam nektek. Az illető, hadd értse meg. De a Bibliában a monogenes az egyszülött jelkép is lehet. Nem szó szerint kell értelmezni, hogy valaki valakit, ő született valaki valakinek a végén nem volt. Hanem valakinek valami szeret jutott Isten nagy egyetemes megváltási tervében. Szeret, funkció, tisztség, ez jelenti monogenes. És még jelent valamit. A nagyon helyes magyar fordítása a görög monogenesnek az, hogy egyedülálló vagy páratlan. Mert Jézus Krisztus az egész világ mindenségben, sőt a megváltásunk tervében is abszolút módon egyedül álló. Hozzá senki nem hasonlít. Még a Szent Háromság keretében is alázattal jelentjük ki, hogy a Fiú Isten egyedül álló. Mert sem az Atyának nincs két természete, sem a Szentlélek csak Jézusnak. Teljes ember és teljes Isten, valamint a felvitte magával, a feltámadása után az emberi volt.
és beillesztette a Szent Háromság kellős közepébe az ember voltunk is. És ezt minden keresztény elfogadja, nem csak az ember Isten, hogy Jézus tovább ember volt, miután felül. És benne most is két előző. Ezért van ez. Páratlan. Egyedülálló. De nem az, hogy valaki köszönhet. Nem ezt jelenti. Ha Izsák Jézusra utaló típus, és Jézus eljött, akkor azok a bibliai hely, referenciák, ahol ugyanaz a szó szerepel, hogy egyszül, de Jézusra alkalmazva, ezek szerint mindazokat a szövegeket úgy kell olvasni, hogy ott az egyszülött szó azt jelenti, hogy Jézusnak egy bizonyos, egyedülálló funkciója, szerepe van a megváltásunk tervében. Ez pedig ez van. Melyek ezek a szövegek? Írják. Jézusra vonatkozóan használja a Biblia az egyszülött szó, a János Evangélium a első fejezete 14. versében. És ugyanott az első fejezet János 1.18-ban is. Majd ezt követően János 3.16-ban és János 3. fejezete 18. versében is. Ugyanaz a szó szerepel. És még egy helyen. János első közönséges levelében is a 4. fejezet 9. versében található Jézusra kapcsolatosan az, hogy ő Istennek az egyszülöttje. Mindez öt szövegben, az a zsugokonban, igen, mindaz öt bibliai helyen a monogenes egyszülött azt jelenti, hogy az Atyaisten a fiának egy különös szerepet adott az örök időknek előtte, amikor a fiú megegyezett az atyával, hogy jön és megváltja az emberiséget. Mi a szerepe a fiúnak? Az a szerepe, hogy a világ megváltoja. Ez a szerep jutott a fiúnak. És azt a szót, ezt a szerepet, ez a szó fejezi ki, hogy monogenes. Egyszülött. A szerepet. Ennyi. Tehát akkor nem ontológiailag, az nem létbelileg kell értelmezni ez a szót, hogy egyszülött. Mi az, hogy létbelileg? Vagy létformailag? Vagy természet, alapvető, lényegi természetét kifejező szóként kell kezelnünk a neogenészt. Mert Jézus teljes Isten, nem köztes természetű, az Atya Isten és az angyalok között valahogy a közében lévő lényege. Az a szó csak annyit jelent, hogy Jézusnak különböző szerepült ott a megváltás, tervező vállalta ezt. És pedig, hogy ő a világ megváltója a Mesiást. Ennyi az egész. Ez szerepül az. Ezért a fiú szó is, és írják, hogy érjezzétek fel, bárhol találjátok a fiút az Ótestamentumban a fiú szó. Ugyanazt jelenti, mint, hogy az Atya Isten a saját fiát felkente, megkérte, sőt megegyeztek a Szent Háromságban, hogy a fiú lesz az, aki eljön, testekül és meghal az embereké. Ez tedi a fiú szó. Tehát nem lényegi hierarchiát, rangsorolást jelent, hogy az Atya Isten a főisten, a fiú félisten, és akkor végül meg jönnek elhelyezően a Szent Háromságban, legyen Isten csodál. De ne! A Szent Háromságban a megváltásunk miatt egy különös rangsorolás létezik, de csak funkcionális, az a szerepbeli. Mi a szereped a megváltás terven? És ilyen értelemben az Atya áll legfelül, ő az delegál, a fiú elvállalta magáról önkéntesen, hogy ő aláveti magát az Atyának, és ezt a szerepet vállalja föl, és pedig az, hogy ő lesz egy szülött, azaz ő lesz a világ megváltója, és meglátjuk délután majd, hogy a Szentlélek alávetette magát önként, úgy az Atyának, mint a fiúnak. Értjük? Tehát ez a rangsorolás a Szent Háromság keretében nem a lényeges természethez tartozó rangsorolás. Mert mind a három egyaránt teljes Isten. Birtokolja, erről beszéltem az esetben, teljes egészében önmagában az istenséget. De ami a funkciót illetve szerepet a megváltásunk tervében mindenkinek külön szembe van. Ez az Isten, a Szent Háromság megegyezés, ez egy belső megegyezés volt. Hogy a fiú lesz az, aki aláveti magát az Atyára. Tovább. Mit jelent az a szó, hogy elsőszülött? Prototokosz görögül. Protosz az ebből első, és titkó azt jelenti, hogy szülni. Vagy teremteni azt is jelenti, hogy meg. Na most, ezt a szót is, hogy elsőszülött. Elsőszülött. Lehet szó szerint értelmezni, vagy lehet átvitt értelemben, jelképesen értelmezni. Na szó szerint, hadd lássuk, hogy szó szerint mit jelent az, hogy prototokosz. De
nem tölt elég időt, hanem kérdezze meg tőletek. És szó szerint, hogy érted azt, hogy első szülött? Szó szerint. Tess, hogy érts. Az az, hogy sok gyerek, a családnak több gyereke van, de az egyik, a sok közül nem tudott az anya, mint első. Ez szerint. Ez a szó szerint értelmezés. De figyeljétek meg, hogy a szó szerint értelmezés mellett nagyon sok ilyen szöveg van. Én most keresetek meg ki azokat, ahol szó szerint kell. Én ki akarom hangsúlyozni azt, hogy amikor a protodokoszt használja a Biblia, átvitt értelemben. Ilyen képesen. Akkor, hogy használja. Tényleg keresetek neki a 89. Zsoltár. Ott használja, főleg persze a Héber is, de a könyv, a Septuaginta ezt a protodokoszt szót. A 89. Zsoltárban olvasd el nekünk a 21. verset, 27. és 28. Megtaláltam. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt. Álljunk csak meg! Kiről beszél a szöveg? Dávidról. Ki beszél a szövegben? Isten. Mit tett Dáviddal? Szent. Mivel kente fel? Szent olajjal. Szent olajjal. Hát lássuk, milyen tisztségre kente fel? Úgy van, a 21. verben benne van. Királyok. Szolgám vagy királyok, nem? Olvasd tovább. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt, akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. Igen. Ez volt a 21. vers. 22. Olvasd most tovább a 27. és 28. verset. Ő így szólít engem. Atyám vagy te, én Istenem és szabadításom kősziklája. Én meg elsőszülöttemmé teszem őt, és feljebb valóvá a föld királyainál. Épp a királysz. Dávid. Istennek volt az egy. De a valóságosan Dávid első szülött volt. Isaia a családjában. Szóval legkisebb volt. Azonban rájössz a Bibliát kutatva a szövegkörnyezetből, hogy itt nem lehet szó szerint értelmezni a protodokoszt. Hanem itt egy szerepről van szó, amire a Isten, köszönöm szépen, fölkemény. Dávidot a király. Az a Dávidot a pásztor fiút. Mi az a szerep? Mi a szerep? Király legyen. Dávid ismét típus. Kinek a típusra? Kit jelez előre? Jézus, aki király. Igaz? Igaz, vagy nem? Gondoltuk, és emiatt használja a protodokoszt itt a Zsoltárok könyvében Isten, hogy mi döbbenjünk rá arra, hogy Dávid, akit fölken, és aki király lesz így, azért teszi ezt, hogy Dávidnak a királyságában jelezze előre a Mesiás királyságát. És a protodokosz elsőszülött szó ugyanazt jelenti, mint a mondja jelez. Tisztségem. Szeretem. Megadási terv. Na, lássuk. Amikor Jézusra alkalmazza a Biblia ugyanazt a szót, hogy elsőszülött. Tudjátok, hol teszi ezt? Írjátok a Kolossi levelébe. Már az első fejezetben, a 15. versben, a 18. versben található ugyanaz a szó Jézussal kapcsolatosan, hogy ő Istennek az elsőszülöttje, az Atya Istennek az elsőszülöttje. És Jelenés első fejezete 5. versében is ugyan Jézusra alkalmazva használja az ige ezt a szót. Közeledünk a befejezéshez. Mondjuk le a következtetést, kérlek, olvasnának csak a Kolossi 1.15 és 18-at. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Kicsodálja, hogy képe a láthatatlan Istennek? A fiú Isten. És ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül. Elsőszülött. Vagy, helyest, kérlek, a 18-at. Jó. Elsőszülött. Hát tudjuk, hogy miért elsőszülött. Az Atya Isten azt a szerepet adta neki, hogy ő legyen az, ő fia legyen a világ megváltója. Ez a szerep igaz. Az nem csak a szerepet jelent, funkciót a meglátási terve. Más dolgot nem jelent. Nem jelent rangsorolást. Tisztséget jelöl. Ő a világ üdvözítője. Ez a tisztsége. Foglaljuk össze, és fejezzük be. Mit tanultunk ez alkalommal? A következő. Az Atya Isten kinevezi, megjelöli és felkéri a fiát, hogy legyen a világ, az emberiség
a te ennek az időszakra. Ezt a tisztségi jutott neki. És ezért az Ótestamentumban az Atya Isten küldötte, azaz ezért találjuk azt a kifejezést, hogy Isten angyala. Az Új Testamentum pedig az a két szó jelöli a tisztségét, az üdvözítői tisztségét, hogy elsőszülött és egyszülött. És az a szó is, hogy fiú. Még mit tanultunk? És pedig azt, hogy a tisztség megkövetelte, kérte, hogy Jézus rendelje alá magát az Atyának. Fogadjon szót az Atyának. És Jézus vállalta önkéntesen, önmagát rendelte alá az Atya akaratának, hogy minket megkövessen. Ezek szerint a Szent Háromságban létezik egy úgymond tisztségbeli rangsorolás. Létezik egy tisztségbeli, egy szerepbeli rangfokozat, sorolás. Az Atya Isten ő, aki fölvállalta a főtisztséget, a Fia az altisztséget, és a Szentlélek mind a kettőnek alárendelte magát után azért, hogy nekem meg nekem reménységem legyen örök élete. Ezért tette a Fia. De ez nem jelent, ez a rangsorolás nem jelent az istenségről szóló, vagy értelemben különbsége, hogy teljes Isten, az Atya, fél Isten, Fiú, negyed Isten, Jézus. Ilyesmiről nincs szó a Bibliában. Tehát megint a minőség, hanem csupán funkcionális. Ezt a szót még keresem, használjuk, hogy a teológiában, ontológiáról beszélünk. Ontológiailag nincs rangsorolás, csupán funkcionálisan a Szent Háromságban. De ez nagyon jó, minőségbelileg, természetbelileg, lényegi természet szerint nincs semmilyen különbség. Amit éppen a házas életben sincs. A férj és a feleség úgymond minőségbelileg mind a kettő teljes ember. Igen? És akkor miért kérdi az Efézusi levélben, hogy kéri Isten, hogy a nő a feleség rendelje alá már nem férfinak? Nem ezt kérdi? Az milyen alárendelséget jelent? Ontológiai vagy funkcionális szeret? Meddig tart és miért kellett ez? Ádám és Éva, a bűnbes és elő tökéletesen egyenjogúak voltak, nem volt külön funkció. Mind a kettőnek ugyanaz volt a funkciója. A bűnbes és követelte, hogy legyen a családban egy pap, egy fő, hogy tükrözze az Atya Istenet. És a feleség meg az a szeret jutott, hogy az Fiú Istennek a szeretét tükrözze. Ez a szép. Azaz ugyan, hogy ott is van egy funkcionális a Szent Háromságban rangsorolás. Erre utal rá a családban levő, úgymond csak tisztségbeli különbség. De nem lényegi különbség a két személy között. Tehát pedig mi itt megállunk ennyi elég, gondoljátok el azt, azaz férjek és feleséget, hogy ti, én, meg Gréti, feleségem állandóan családi életünk által jól mutatunk önmagunkban a Szent Háromság keretében levő igazságra. Azt, hogy a Szent Háromság próbálhat, hogy megmentünk-e, és ezért a fiúnak alá kell tendelnie magát az Atya Istennek. És a Szentlélek még inkább megalázkod, és azt mondja, hogy én az Atyának is, és a fiúnak is alá lehet a maga, csak nem csak az embereket. Ennyire szeretnénk Isten. És az utolsó szöveget olvasom el, János 14:28-nak az utolsó részét. És megérjük, hogy miről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy János 14:28 utolsó része. Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek, elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az Atyához, mert az én Atyám nagyobb nálamnál. Tiszta? Értjük, hogy itt van Jézus? Nem Atya nagyobb nálamnál? Milyen nagyságról beszél? Csak a funkció, igen, a szeretben, a tisztség. Ő küldte el. És egyáltalán nem arról van szó, hogy Jézus egy kisebb Isten. Ő a teljes teremtő. A szó legáldott egy értelmében. Ezért hadd rendeljük alá, hogy is mondjuk a teremtő Isten. Ennek a Jézus Krisztusát. És ne próbáljuk azt állítani róla, hogy ő nem birtokolja az Istenség teljességét. Mert ezzel nagyon komolyan megsértjük azt, aki mindent elvállal, azért, hogy nekem helyen legyen majd ő vele. Hadd legyen ez a radikális elkötelezettséget Isten fia iránt ma itt, és most, és mindenkor. Amen.